Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. És ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mit tervez veled, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Először is megnézzük az ő gondolatait. Ami középen látható itt felül és alul, ő keres valamit, megjelenik a szív is. Tehát azt keresi az életben, ami jót tesz neki, amit kedvel. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhelye, de ez a kép kihat a szerelmi kapcsolatra is. És keresi a biztonság érzetét a párkapcsolatban. Ha te egy hölgy vagy, segítesz neki, hiszen ott vagy, mellette megbízol benne. És az érzelmeit itt bal oldalon láthatjuk. Ő sok mindent el tudott engedni, például a múltját lezárta, vagy elbúcsúzott a negatív gondolatoktól, negatív érzelmektől, a félelmektől, a bizonytalanságtól, és megbízik benned, de elvárja azt is, hogy te is bízz meg benne. És itt van a varázslat, megvan ez a kisugárzás, megvan ez a vonzalom kettőtök között. És mit fog tenni? Azt itt látjuk jobb oldalon. Néha keresi a közelséget, de néha visszahúzódó. Mégis látható itt, hogy harmóniában vagytok egymással, megértitek egymást. Amikor ő visszahúzódó, akkor gondolsz rá, és vannak vágyak, meg elképzelések, ő ezt érzi, ő ezt tudja. De azt szeretné közölni veled, hogy bízz meg benne. És megnézzük azt, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt láthatjuk azt, hogy elbúcsúzott a múlttól, meg a negatív gondolatoktól, a negatív érzelmektől. Ugyanez látható itt is. Elhagyta most a könnyek mezejét, lezárta a múltját, mindazt, ami eddig szomorúvá tette őt. Lesz egy új irány, lesz egy új kezdet. Itt vannak különböző lehetőségek, és lesz majd mozgás, de azért oda kell figyelni arra, ami most tényleg fontos. Nem szabad hol itt lenni, hol ott, hol amott, mert akkor mindketten fáradtak és kimerültek vagytok. Azt is meg kell tanulni az életbe, hogy néha nemet kell mondani. Visszatérve még erre a kártyára, jelenthet utazást is. Vagy, hogy útban van hozzád, vagy tervez veled egy utazást. És itt látható, hogy a kezébe veszi a kartot, és szimbolikusan ezzel a karttal el tud vágni valamit. Lezár bizonyos kapcsolatokat, eseményeket, ahogy itt is látható. Amit a kart még jelent, ezek fontos döntések, tisztázódnak bizonyos dolgok, és keresi veled a kapcsolatot, mert beszélni akar veled. Itt látható a mágia. És oda kell figyelni egy fontos dologra.
Mégpedig ezt mutatja ez a kép. Ha lefele tekintesz, ha szomorú vagy, ha félelmek vannak és bizonytalanságok, akkor ez a mágia, ez a varázslat nem tud hatni, mert blokkolod. Viszont, ha megváltozik a hozzáállásod, és nem lefele tekintesz, hanem felfele, ahol ez a szent kép van, ami jelenti az elképzelésedet, akkor a mágia, a varázslat hatásos lesz, mert akkor ez a kép, ez az álom, ez az elképzelés megvalósul. Itt látható a jólét, meg a nyeremény, de azért vannak még korlátozások. Ha nincs meg a bizalom, akkor az korlátozni fog téged is, meg őt. Mert itt a háttérben az érmék olyan, mint egy kerítés. Amikor elérkeztetek ehhez a kerítéshez, és úgy érzitek, nem megy tovább. Nem tudjátok, mi van a kerítés mögött. Mi történik, ha lépéseket tesztek egymás fele, vagy döntések lesznek, vagy változások. Nem tudjátok, hogy mi vár rátok. Ilyenkor előfordulhat az, hogy bizonytalanok vagytok, és ezzel a karddal szimbolikusan el kell vágni ezt a bizonytalanságot, meg a félelmeket. És itt fontos ez a kép, a bizalom, a hit meg a bizalom. És akkor átteszed te is magad a kerítésen, meg ő is. És akkor előre mennek a dolgok. El kell búcsúzni a könnyek mezejétől. Elhagyni bizonyos dolgokat, ami eddig blokkolt téged is, meg őt is. Megint a kard jelenik meg, ugyanúgy, mint itt. Ez egy új kezdete, itt már elfoglalja a helyét az életben, és döntött, magabiztos, eléri a céljait. Itt egységben vagytok, megvan a harmónia, egy pohárban ücsörögtök, tehát ugyanazok a tervek, az ő elképzelése ugyanaz, mint a tiéd, és ebbe az irányba fog forogni a sors kereke, ami jelent egy sors döntést, egy sors változást, vagy hogy vannak közös célok, és a sors utatokon együtt fogtok haladni. A múltban voltak kihívások, meg nehézségek nála is, meg nálad is, de itt van a győzelem. Az ő jelenlegi helyzete. Ő még küszködik, szerintem nem másokkal, hanem saját magával, hiszen benne van ebben a változásban, amikor elbúcsúzik bizonyos dolgoktól, lezár bizonyos témákat, ami itt is látható. Van új irány, de még nem igazán tudja, melyik fontos. Lehet, hogy ez itt ez a belső küzdelem, a kihívás. Döntenie kell. És a te jelenlegi helyzeted. Legyen meg a hited. Minden jól alakul, akkor is, ha néha visszahúzódó, akkor is, ha vannak néha korlátozások, vagy még szomorúság, vagy még küzdelem. Legyen meg a bizalom. Te segítesz neki. Ő lezárja a múltját. Lesznek változások.
döntéseket hoz. És közeledés is lesz. Egy hangban vagytok egymással. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat, különösen ami a szerelmi témákat illeti, hogy van-e egyhang, milyen befolyásolás alatt álltok, mit jelentenek a csillagok jelenleg, milyen hatással van ki a párkapcsolatotokra. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende Rám!